tulajdonképpen az éves programok ismétlődése az már eleve egy komolyabb felkészülést kíván évről évre. Ez egy alap, amit mindig teljesítünk, de azon kívül nagyon sok önálló vállalásunk volt, nagyon sok olyan, ami igazándiból nem kötelező az intézmény számára, de mi úgy gondoljuk, hogy ez nekünk fontos, és fontos a gyerekeknek, és ezek a bizonyos rendezvények, több olyan rendezvényünk volt, ahol sok százas tömeget tudtunk megmozgatni, nem csak a résztvevők voltak több százan, hanem a nézők is több százan, vagy esetleg közel az ezerhez, és azért ez egy komoly háttérmunkát igényelt, gondolok én itt akár a gála műsorra, gondolok én itt a zenekari fesztiválra, ahol 400-an voltak csak a résztvevők, gondolok én itt akár a modern tánc gálára, a néptánc születésnapi gálára, és sorolhatom, mert természetesen ezek voltak inkább a fő dolgok, vagy gondolok én itt akár a CD élő lemezbemutató koncertjére, és hát emellett még természetesen tanítanunk is kellett, és a vizsgákra felkészülni, illetve a mindennapos munkát folytatni. Úgy gondolom, hogy jól fog esni nekünk is egy kis pihenés a tanárainkkal együtt. Ebben az évben, amit elterveztünk, azt meg tudtuk valósítani. Az elmúlt 10 évben, ez egy nagyon érdekes dolog, eltervezetteket, a 95-ös évben eltervezetteket és megfogalmazottakat, én úgy gondolom, hogy bőven túlszárnyaltuk. Nagyon pozitív ez a mérleg, és úgy gondolom, hogyha 95-ben azt mondjuk, hogy 2005-ben ilyen mérleggel zárunk, akkor mindenki maximálisan megelégedett volna már akkor is. Én a magam részéről úgy érzem, hogy nagyon becsületesen helytáltunk, nagyon sok munka van emögött, nagyon jó tanári gárda van emögött, nagyon jó szülők vannak emögött, fogékony diákok vannak emögött a dolog mögött, és talán az az egyik legfontosabb része a dolognak, hogy egy olyan kulturális területre sikerült érzésünk szerint ráirányítani az itt élők figyelmét, ami előtte nem volt Bábolnán, amiért utazniuk kellett, és amit csak esetleg nem helyi erőkkel, nem helyi csapatokkal tudtak élvezni a bábolnaiak kül, máshonnan meghívott együttesekkel, azt most már a saját gyerekeikkel látják el, és emögé felsorakozott szinte az egész település, hiszen 170 gyereket tanítunk, és tulajdonképpen ez az igazi nagy dolog ennek a zeneiskolának a fejlődésében. Ez érdemelnék, hogy ránk mögé dugjunk és mutogassunk, mint egy csoda legyen. Emberek! Gyertek ide, emberek! Fogjátok meg és vigyétek! Vannak olyan emberek, akik már sok-sok éve itt dolgoznak nálunk, nagyon lehet rájuk számítani, nagyon jól képzett és jó lelkű emberekről van szó, akik a gyerekeket szeretik a szakmájukat, és hogy mennyire fix, ez mindig az élet dönti el, de természetesen az élet az sok esetben kiszámíthatatlan, hogyha esetleg más lehetőségek vannak, nyilvánvaló, hogy Bábolnán kívül vannak még lehetőségek, akkor esetleg elmennek, de nem mennek el úgy, hogy rossz érzéssel, úgy vettem észre. Hangszeres vizsgákat is a szokásos menetrend szerint tartottuk meg. Nem tudom, hogy illik-e olyat mondani, hogy a hangszeres vizsgáknak a tendenciája számunkra nem teljesen pozitív. Nem
pontosan tudni, hogy miért. Valószínű, hogy egy hangszer megtanulásához azért elég sok otthoni gyakorlás plusz munka igényel tetik, és ebből kifolyólag talán egy kicsit magasabb színvonalnak kellene lenni az egyéni vizsgáknak. Megpróbálunk természetesen annyit elvárni a gyerekektől, amennyit ők is szívesen adnak, de azért van egy abszolút szint, amihez mérjük ezeket a vizsgákat. Tehát azt szeretnénk a jövőben, amennyiben erre sor kerül, hogy ezek a vizsgák a hangszeren tanuló gyerekek még ettől is magasabb fokon játszanak. Az órákon történik a felkészülés, a tematikája az, hogy egy-egy anyagot, egy-egy művet vagy egy-egy dalocskát olyan színvonalon tudjanak előadni, ami már mondjuk egy művészi színvonal. Tehát tulajdonképpen amit az órán tanultak, azoknak a tökéletes kidolgozása maga a vizsga. A vizsgán nem csak arról számolnak és árulkodnak a gyerekek, hogy mit tudnak technikailag, hanem arról is, ahogy lelkileg viszonyulnak ehhez a kérdéshez, ahhoz, amilyen alázattal állnak hozzá a hangszer a zenélés folyamatához, és tulajdonképpen ahogy tudnak viselkedni. Ez egy nagyon komplex dolog, és azt hiszem, hogy mindenféleképpen szükséges ez, és egy nagyon szükséges pont, ahol találkozhat tanár, találkozhat diák, egymás előtt, mint egy nagy családi kapcsolatban mindenki elfújja, amit tud, és utána értékeljük, és tanulunk ezekből a dolgokból. Valamennyiünk alapfilozófiája az, hogy akkor is megdicsérjük a gyereket, hogyha esetleg megbotlik a színpadon, vagy esetlegesen nem tudja azt a teljesítményt hozni, amit esetleg el lehetne várni tőle már. Ennek pedig az az oka, hogy valamennyien tudjuk, hogy a színpadi szereplés az nem ugyanaz, mintha otthon valaki magának a saját szórakozására játszik, és ez igenis, ez egy lelki folyamat, amit támogatunk, és mindig is támogatunk, és támogatni is fogunk, mert így épülhet csak fel egy olyan felszabadult zenélés, amikor tulajdonképpen a növendék eljut arra a szintre, hogy ki tudja bontakoztatni saját magából azokat az érzéseket, amiért érdemes zenét tanulni, vagy érdemes táncot, vagy érdemes bármilyen művészeti ágat tanulni. Nagyon nehéz Magyarországon megmondani, hogy a kulturális politika milyen irányba óhajtja finanszírozni az úgynevezett zeneiskoláknak a működését. Csak találgatni lehet, és az ember nagyon óvatosan próbál meg mozogni azon a mesdjén, hogy az eddig elért eredményeket ne veszélyeztesse. Mindenféleképpen ezért mi is átalakulunk, ez egy folyamatos munkának az eredménye, az eddigi fenntartást közhasznotársasági formában valósítjuk meg, amellett még megmarad még a régi forma is. Ez néhány éves folyamat után le fog zárulni. Ebből a szülők igazándiból nem érzékelnek semmi változást, amiből viszont esetleg érzékelhetnek változást, az bizony az anyagi alap, ami nagyban meg fogja határozni a zeniskola további sorsát. Abban vagyunk érdekeltek, hogy olyan szerződést tudjunk kötni az önkormányzattal, ami az önkormányzat számára vállalható, a mi elképzeléseinknek megfelelő, nem egy kis falusi kis iskola felé fog elvinni a bábolnai zeniskolát, egy falusi iskola színvonalá felé fogja tolni, hanem
inkább egy városi, egy komoly intézmény, aminek az alapjai nagyon jók most, felé fogja eltolni, és ehhez bizony kell egy bizonyos támogatás a helyi önkormányzattól, ami úgy gondolom, hogy nem kigazdálkodhatatlan. Amennyiben ez sikerül, akkor úgy gondolom, hogy a zeniskolánk további fejlődésének az alapjai meglesznek, remélve, hogy a nagy politika sem fog ebbe beleszólni. Amennyiben viszont nem, akkor át kell gondolnunk az egész eddigi felépítményt és az annak az összes összefüggéseit.